A Norman fenyő konténeres formában is kapható a kertszetemben. Ezt ugye elsősorban karácsonyfának szoktuk forgalmazni. Most azt tudni kell, hogy olyan, hogy konténeres fenyő olyan igazából nem létezik. Egyszerűen azért, mert konténerben a fenyőket nem lehet szépen megnevelni. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy kiföldlabdázzuk a fenyőt. Most annyiban más, hogy a kertszetemből veszi meg a növényt, a fenyőfáját, a Norman fenyőfáját, mint hogy valahol az utcán, hogy általában azért ez a kiföldlabdázás, ez ugye hát a hazai karácsonyfa termesztés sajátosságaiból fakadóan általában gyökerestyű kivágás jelenti. De most mi nem gyökerestyű kivágás, és a gyökerestyű kivágás, akkor belerakják egy edénybe, általában horror kicsi edénybe, és hát aztán most vagy megmarad, vagy nem, hogy általában nem marad meg, hogy legtöbbeknél ugye ez a tapasztalat. Most nálam általában ezeket a fenyőket ugye kiföldlabdázok, benne van egy földlabda zsákba, itt ugye egy-két helyen még itt lehet látni, itt is egy kicsit megmondtam, akkor lehet látni, hogy a vászon zsákot, tehát mint egy bármilyen örökzöld, ami gyakorlatilag egy földlabdázó zsákba van benne. És ezt a földlabdát belerakjuk egy konténerbe, ezek ilyen 30 liter körüli konténerek, tehát ilyen 25 és 45 körüli konténerbe beletesszük, és akkor köré teszünk vagy homokot, vagy pedig tőzeget, akár homokot, akár tőzeget, ezt a későbbi ültető gödörbe mellé lehet tenni. Tehát gyakorlatilag amikor ön egy konténeres normandot vesz tőlem, az lényegében egy földlabdás normand beleültetve, provizórikusan tulajdonképpen tőzeggel vagy homokkal kitöltve egy konténerbe, és akkor így ezt föl lehet emelni, néha vannak füles konténerek, néha simák vannak. Ezek jellemzően olyan 100 centi, 80-100-tól indulnak a méretek, 175-200-ig, e fölött már nem szoktunk. A legjellemzőbb 150-175-ös, a normannak nagyon lefele megy a gyökere a tapasztalatok szerint, úgyhogy tulajdonképpen 2 méternél magasabb normandot szerintem kitermelni és úgy eladni, hát az nagyon hazárdjáték, tehát nem hiszem, hogy megmarad. Tehát hogy klasszikusan, hogyha valaki arra hajt, hogy hát neki megmaradjon utána a kertbe, akkor azért egy ilyen másfél méter 175 centinél sokkal nagyobbat nem érdemes, tőlem nem is tud vásárolni. És akkor gyakorlatilag utána ki lehet ültetni, és mikor lehet kiültetni, a lehető leghamarabb. Tehát januárban aztán, amikor csak lehet, és jó az idő, és már kiviszi, akkor lehető leghamarabb ki kell vinni. Ezek a fák, ezek frissen lettek kitermelve november végén, december elején, utána gyakorlatilag beleraktuk őket egy ilyen konténerbe, és hát hogyha ugye ide mellé állok, akkor azért lehet látni, hogy ez itt mondjuk egy 125-150-es például, milyen nagyon szép tömör, zömök, nagyon szép sokágas normand fenyőkről van szó. Úgyhogy aki normand fenyőfát szeretne, azt hát kérem szépen ilyen csodaszépek közül tud választani, különböző méretek közül, és ez tehát egy földlabdás, de bekonténerezett normand fenyő, amit karácsonyra föl tud használni karácsonyfaként, majd aztán ki lehet ültetni a kertben.